Pinceszintek esetén sokszor beszélünk meg különféle szigetelési módokról, akár utólagos szigetelési módokról. Tehát ha ez a pincénk, ez a földszinti terünk, akkor ebbe a pincébe próbáljuk meg, hogy ne jusson be a víz, ezt próbáljuk megakadályozni legtöbbször a szigetelési megoldásainkkal. De mi van akkor, ha nem akarunk különösebb szigetelést, hanem egész egyszerűen készítünk egy vízzáró betonfalat, egy vízzáró alaplemezzel, tehát ez a vízzáró betonlemez, egy alapozásként is funkcionál a szerkezet, és arra pedig egy vízzáró betonfal készül. Ezen esetben csupán arra kell figyelnünk, hogy a kellő vastagság meglegyen, itt is a kellő vastagság meglegyen, ennek vannak előírásos méretek, 30 centi környéke, tehát van egy minimális vastagság, és ennek a hézak képzéseit, például ezt a munkahézakot kell tömíteni, tehát ha ezt felnagyítom, akkor az alaplemezre kerülő fal munkahézagán nem engedjük be a vizet, erre vagy egy dúzzadó szalagot használunk, vagy egy másik esetben, ugyanebben a szituációban egy olyan munkahézag szalagot, amit beleteszünk az alaplemezbe és a falba is egyaránt. Mondom még egyszer, ezek beton szerkezetek, tehát vasbeton szerkezetek, az alaplemez és a fal is, de vagy ilyen műanyag szalaggal, munkahézag szalaggal, vagy pedig ilyen dúzzadó szalaggal, amit egy korábbi videóban már mutattam is, így néz ki. Ilyet helyezünk el, és akkor ez megduzzadva a víz hatására nem engedi a vizet bejutni, mert egy nagyobb útra kényszeríti a vizet, és addigra a nyomása már lecsökken, erre lecsökken, nem tud bejutni. Tehát vízzáró betonban is gondolkozhatunk a pincék esetén, legyen ez bármilyen pince, tudva azt, hogy ez csupán vízzáró és nem vízhatlan szerkezet, tehát valamennyi víz azért át fog tudni jutni, ez körülbelül ilyen 1 deci per négyzetméter per nap, tehát hogy erre azért figyeljünk, tehát ne papírraktárként használjuk a pincét, egy normál pince térként tud funkcionálni, egy kis vizet ugyan átenged, de egy egyszerűbb konstrukciójú szerkezet, azt nem tudom, hogy olcsóbb-e vagy nem, mert ez mindig az adott helyzete válogatja, de vízzáró betonokra is érdemes gondolni pince szerkezetek esetén.